Szia Norbi! Szia Marci! Na, milyen jó kis munkás ruhád van. Köszönöm szépen! Engelbert Strauss, mert te nem csak a villamosmérnökünk vagy, hanem a kivitelezői csapatainknak is a vezetője, illetve az aktuális hiba elhárító, ugye itt a kis kedivel mindig szaladsz vissza országszerte. Folytassuk az unboxing részt, ugye most a Smart Meterről lenne szó, úgyhogy mesélj nekünk egy kicsit erről. Ez egy háromfázisú Smart Meter. Ugye ebből is van külön egyfázisú és háromfázisú. Most ezt úgy nyitjuk, hogy a kamera is lássa, hogy mi van benne. Igen. Ugye erről te már meséltél a Huawei showroomban, és részletesen bemutattad. Igen. Applikációval fantasztikusan tud működni, de most nézzük meg, hogy hogy is néz ki kicsomagolva. Először is ugye benne van az áramváltó a három fázisra, a hozzátartozó RS485-ös kábellel. Igen. Hogy mindenki el tudja képzelni, meg vizualizálni tudja. Egy villanyszerelő ezt egy pár óra alatt föl tudja szerelni. Ezt a háznak a betáplálás elé egyből a mért fővezetékre kell csatlakoztatni. Itt van még a dobozban ugye maga a Smart Meter. Igen. Ezt is odaadom. És még van a dobozban nekünk egy 10 méteres, szintén RS485-ös kommunikációs kábel, amit ugye a Smart Meter és az inverter közé kell bekötni. Egyébként ez szükséges? Tehát ezt szokták nézegetni, vagy mindent már felszerelés után nem, az applikáció. Nem szükséges, mivel az applikációban ugye mindent látsz, amit a Smart Meter mér, ugye az inverterrel lekommunikálja, és ugyanígy a menedzsment rendszerbe megy föl. Így van. Egyre többen kérik most már, főleg majd bruttó elszámolásban lesz ennek jelentősége. Igen. De hogyha most akkumulátoros rendszert teszünk, akkor ez egy kötelező elem, amit tudunk. Igen, mert ugye ő tudja szabályozni az invertert olyan szempontból, hogyha például áramszünet van, akkor ugye a Smart Meter jelzi az inverternek, hogy nincsen betáp a hálózat felől, és akkor csak hibrid üzemként vagy szigetüzemként ugye működjön az akkumulátorral együtt. Így van, így van. Csak hogy el tudják képzelni, ez mondjuk nem egy pár tízezer forintos kütyű beszereléssel együtt, hanem akár egy ilyen 80-100 000 forintra is rúghat. Igen. Erről majd tájékozódni kell, de szerintem egy jó befektetés tud lenni. Mindenképpen. Főleg, persze. Hogyha valaki ilyen kicsit adatvezérelte, vagy szeretné jobban optimalizálni a fogyasztását, vagy nézegetni a kütyüket szereti, akkor ez egy jó dolog. Vele ugye nyomon lehet követni a teljes háznak a fogyasztását. Adott esetben még, hogyha napelemünk nem is termel, mert olyan időjárás van, hogy esik az eső, éjszaka van, bármi. Igen. Rajta keresztül akkor is ugye látjuk, hogy a házunkban milyen fogyasztók használják az energiát és mennyit. Így van, mindenképpen itt hasznos. Az export-import, mikor vételezel a hálózatból, mikor termelsz be, illetve mikor fogyasztod el egyből a napelem által megtermeltet. Igen. Így van. Nagyon szuper. Mit mondanál el még erről? Igazából megnézhetjük a csatlakozókat, hogy ezek ilyen úgymond 180 fokba forgathatók, tehát megint csak ki lehet őket nyitni, egyből rá kell helyezni a mért fővezetékre, és csak visszacsatlakoztatni, tehát nem egy különösebb szerelést igénylő eszközök. Itt ami nagyon fontos megjegyezni, az maga a helyigény, amikor ezt ugye beszeretnénk szerelni, akár a meglévő kötődobozba, fizikálisan sok helyet foglalnak, ha most megnézzük, ennyi hely nagyon kevés esetben van ugye az eloszló dobozba, tehát erre előre már gondolni kell, hogy vagy hagyni neki helyet, vagy kicsit átalakítani a meglévő vezetékeket, hogy esetleg egy új eloszló doboz kialakítani, ahova ezeket be tudjuk helyezni. Így van. Talán még ennyi, amit érdemes róla. Jó, szuper. Mm-hmm.